Enyhülhet a kereskedelmi feszültség az Egyesült Államok és Kína között. Donald Trump amerikai elnök telefonon beszélt kínai kollégájával Xi Jinpinggel. A két vezető megbeszéléséről nem sok minden derült ki, és a következő elnöki ciklusához kampányát megkezdő Trump sem árult el részleteket. Beszéltem Xi elnökkel, csodaklassz elnök, Kína nagyszerű vezetője. Ma reggel hosszan beszéltem vele, és majd meglátjuk, mi lesz. Lehet, hogy jó megállapodást kötünk, de lehet, hogy egyáltalán nem lesz megállapodás, de úgy is jó, mondta Donald Trump. Az amerikai és a kínai elnök abban minden esetre megállapodott, hogy személyesen tárgyalnak egymással az oszakai G20 csúcson június végén. Amikor két állam vezetője találkozik, akkor arról beszélnek, amiről csak akarnak, ezért nem tudom előre megjósolni, mi lesz a téma, mondta a kínai külügyi szóvívő. A kevés információ ellenére a piacok bizakodók. A telefonbeszélgetés hírére az amerikai tőzsde pozitívan reagált, ami azt jelzi, hogy mindenki a kereskedelmi feszültség enyhülését várja.